Kedves nézőink, hétfőn a Szabadidő Központ kiállító termében Molnár Bence Kifordulás című eposz paródiáján vehettek részt az érdeklődők. Az eseményen mi is ott jártunk. Ja. Már aki nem táncol, máma, semmi papó, az parúja! Úgyhogy nagyon letetszett sütni a szemét, ez így nem más, mint egy rakás szemét, hogyha így marad, úgyhogy tessék jönni, bíztatásnak, jó? A Helység kalapácsának eposz paródiáját láthatta ma itt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban a közönség. Hogyan keletkezett a darab? Hát ennek hosszú története van, de most mégis megpróbálom röviden összefoglalni. Még középiskolában, amatőr színjátszós koromban egy színjátszó körben feldolgoztuk ezt a Helység kalapácsot, és onnan jött egy ötlet, hogy ezt megpróbáltam egyedül megcsinálni, és aztán elmentem egyetemre, eltelt 3 év, és harmad éven úgy döntöttem, hogy előveszem ezt a régi történetet, és megpróbálom öncélúan, jó értelemben véve öncélúan kiforgatni, és megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Az, hogy mennyire modernizáltad, és mennyire a helyzet komikumokra, illetve a verbalitásra helyezted a hangsúlyt, ez mennyire volt tudatos? Ez teljesen tudatos volt. Azért is választottam ezt a szöveget, meg ezt a művet, mert úgy éreztem, hogy ez az az anyag, vagy az az alap, ami ennyire sokféleképpen kifordítható. Eposz paródia az alcím, de inkább szatírának vélem a harmadik részre asszociálva, hogy egy kis fricska a mai nézőközönségnek, illetve a mai fiatalságnak. Hát az, hogy milyen műfaj, azt mindenki döntse el maga. Én ezt nem vagyok hivatott eldönteni, de a fricska része az szándékos. Az, hogy a fiatalokat próbáltad megszólítani, az milyen üzenetet hordoz számodra? És látom, hogy nagyon sok fiatal volt itt a közönség soraiban. Mit láttál a szemekben? Mennyire jött át az az üzenet, amire te gondoltál? Hát most annyira nagyon nem láttam, mert elég távol ültek, de egyébként rendszeresen szoktam játszani középiskolákban is ezt az előadást, és azt gondolom, hogy a úgymond tanulsága, ami ugye a végén elhangzik, az is valamennyire egy ilyen humoros közegben lecseng bennük, illetve a fő cél az a maga a játék, és a játék örömének a fontosság, és azt, hogy ezt nem veszítse el senki, de ez szerintem nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem az életkortól függetlenül. A végén mindenképpen megfogalmazódik egy összegzés, hogy mennyire példaértékű egykori elődeink fiatalságának és a forradalmiságának az üzenete. Mennyire érzed ezt magadénak, illetve mennyire látod ezt a kortársaidon? Hát ez igazából, ez a felvetés, ez nem is ez maga, nem is ez a tanulság, hanem ez a felvetés, ez kicsit ezt a konzervatív, ami egyébként jó, vagy igazság alappal szolgáló gondolatmenet, amit ugye Petőfi felvet, és szándékosan azért van arra egy tanulság, vagy egy válasz, hogy igen, részben igaza van, aki így gondolja, de hogy meg kell találni, tehát közben a világ halad előre, és ebben kell megtalálni az igazságot, és nem, tehát vannak olyan dolgok, amik elmúltak is, és nem lehet mindenhez ragaszkodni. Mennyire látod azt, hogy a mostani dolgoknak a kerékkötője a közömbösség? Hát így látom. Például ugye én Erdélyben élek többnyire jelenleg, és biztos mindenki hallott itt is a bukaresti tragédiáról, és az, hogy ott mennyire az emberek mennyire nem voltak közömbösek, és kimentek az utcára, azt szerintem sokat elmond, és az, hogy emberek, vagy a hatalmon lévő emberek buktak meg és mondottak le sorra, annak ellenére továbbra is kimentek az utcára, és továbbra is ennek következménye volt, és érdekes, hogy ez nem mindenhol van így, és van, ahol jó közömbösebbek az emberek, és sokkal több mindent megtehet az mindenkori hatalom, és most nem célzok is egy konkrét országra se, hanem ez egy általános és globális probléma szerintem, hogy az emberek nagyon közömbösek, és csak nagyon ritka esetben és szélsőséges esetben mennek ki az utcára, vagy állnak fel a saját jogaikért. Ember próbáló egy órán keresztül egyedül a színpadon lenni, mennyire érezted most itt a hazai közönség előtt jól magadat, hiszen ajkáról indultál?
Hát átvitt értelemben, igen, Ajkáról indultam. Édesanyám indult Ajkáról, én meg belőle, de hát így ebből a szempontból igen. És hát eznek az 57. alkalom volt, hogyha jól számoltam, úgyhogy valamilyen szempontból megszoktam ezt, és ment azt, hogy egyedül lenni. És viszont nagyon változatos terekbe, változatos létszámú és fajtájú, nem tudom, hogy mondjam szépen, közönség előtt játszottam már, és ez a mai nap nagyon könnyű volt. Tehát nekem akkor könnyű, amikor a nézők nagyon vevőek, nyitottak, és ez oda-vissza energia működik, nem magamból kell felkorbácsolni az energiát, hanem működik ez az adok-kapok. És ez a mai nap, ez egy nagyon szép ilyen dolog volt. Játszol Temesváron, és milyen darabokra készültek, illetve mi az a darab, amire most még te készülsz, vagy amiben játszol? Több darabban is játszok, én tavaly kerültem oda. Három előadásban játszok, és most a Hair musicalre készülünk. Ezerre 2 hét múlva lesz a bemutató.